Milyen évet zárta a Településvédő és Szépítő Egyesület? Mik voltak a legfontosabb, legjelentősebb események a múlt év során? Először is köszönöm szépen a meghívást. Hát az elmúlt év az eléggé munkával telt el. Csak a nagyobbakat említem, jó? Mert az, hogy állandóan teszünk-veszünk, azt gondolom Pétfürdő lakosai is látják. Tulajdonképpen a legnagyobb munkánk egyrészt egy faültetés megszervezése volt, ennek elég nagy sikere volt, és a fácskák most, ahogy végig sétáltam az utcákon, azok már kezdenek rügybe borulni. Aztán megszerveztük, és nagyon nagy sikere volt a szokásos fekete dió napnak. Reméljük, hogy az idén is és az elkövetkezendőkben is ezt a hagyományt tudjuk folytatni, és a legnagyobb munkánk pedig, hát egyrészt a megszervezése, a kiharcolása ennek a Péti Malom malmoknak az emlékére állított malom emlékhelynek a felállítása. Ez tulajdonképpen egy közös összefogás volt az önkormányzattal, és hát köszönjük nekik, hogy ők is segítségünkre voltak, és köszönjük minden közreműködőnek, aki ebben a szép szót mondok projektben részt vett, és aki nem csak a munkájával, hanem anyagilag is támogatta ezt a mi törekvésünket. Remélem, hogy ez az emlékhely mindenki számára hát egy kellemes kikapcsolódás lesz, és Pét régi emlékeiről majd az utókor is meg tud emlékezni, és azt hiszem, hogy több ilyen emlékhely készítése, illetve rendbehozása kellene, hogy Pétfürdő is ne csak a, hát, hogy mondjam, jogosan a Péti nitrogénművekről legyen híres, hanem a régi emlékek felelevenítéséről is. Mik az idei év tervei, mennyire lesz sűrű ez az év a Településvédő és Szépítő Egyesületnek? Én ugyan ígéretet tettem a tagságnak, hogy az idén ez egy laza év lesz, és csak szépítünk, és semmit nem védünk, de aztán jöttek bizonyos felkérések, aminek hát nem tudtam ellenállni, és hát a tagság is úgy határozott, hogy ez azért érdemes lesz megcsinálni. Hát a hagyományos munkáinkat elkezdjük már a holnapi nappal tenni, tehát a tanúsvény rendbehozása, akkor szeretnénk felkérésre kiszélesíteni és kicsit rendbehozni a Dr. Szikla fele vezető utat, és hát egyéb temető utcán kipótolni a kiszáradt fákat, tehát ez az egyik része. Megtartjuk a májusi kedvezményes virágvásárt, és hát egy nagy munkánk lesz, amit a nitrogénes nyugdíjas klub hát megkeresésére hát magunkra vállaltunk, mert ugye mi fiatalok vagyunk jelszóval, a mindenki által kedvelt Albert pihenőt szeretnénk rendbehozni, kicserélni az északi oldalát teljes egészében, és hát akkor egy időben a körletünk csinosítását is megkezdenénk. Ez egy elég nagy munka lesz. Aztán ezzel a nagy munkákat idézőjelbe be is fejeznénk, hogyha nem jön újabb. Ezen kívül hát az idén egy túrát szervezünk, egy túra folyamot, hogy úgy mondjam, egy 6-7 szombati napos kirándulást, mégpedig Rómer Flóris útját követve. Hát Rómer Flóris 1845-ben született, tehát most egy kerek évfordulója lesz,
és a Bakony, és ennek a vidéknek a nagy szerelmese volt. Ajánlom mindenkinek Rommer Floris Bakony című könyvét elolvasni, aminek a nyelvezete nem a mai ember fülének szól, de csodálatos, és ezekről a kedvelt helyeinkről, Várpalota, Berhida, Pétfürdő, Peremarton, Öskü, valami csodálatos megemlékezéssel és csodálatos stílusban ír. Ez volt ugye a reklám helye. Szeretnénk ezt hát úgy végrehajtani, hogy ugye egyesületünkhöz tartozik egy ilyen barangoló ifjúsági szakosztály, akik minden hónap harmadik szombatján kirándulni mennek, és hát ehhez csatlakoznánk mi is, idősebbek egy ilyen bakancsos túra hát keretében, és az első kirándulás már megtörtént, ez Pétfürdő, Berhida, Peremarton gyalogos túra volt, és a következőnek is megvan már az útvonala, Pét királyszállás autóbusszal, aztán Várberek, Várvölgy, Várpalota gyalogosan, és akkor Pétfürdőre vissza autóbusszal, ez április 11-én lesz. Itt szeretném elmondani, hogy minden egyes túráról, az időpontról és magáról a túrának az egész útvonalát pedig a Bátor előtti hirdető táblánkon ki fogjuk plakátolni, és nagy szeretettel várjuk a hozzá csapódó résztvevőket is, mert azt szeretnénk, hogyha ez egy ilyen jópofa kirándulási lenne, és mindenki jól érezné magát. Tehát ez lenne az egyik elképzelésünk. Aztán az idén terveztünk olyanokat is, hogy megemlékezünk ugye a Földvíz napjáról, mégpedig olyan módon, hogy szeretnénk bejutni a Gellért-hegyi víztárolóba, és hát ott azt a tiltott és hát eléggé titokzatos részt is megismerni. Ez egy budapesti kirándulással ugye lesz egybe kötve, és akkor különböző arborétumba szeretnénk menni, Vászrátótra, és ami még adódik természetesen, a munkákat sem fogjuk elhanyagolni, mert végül is ez a mi feladatunk, hogy dolgozzunk. Bizonyára tudják a pétfürdőiek, hogy egyesületünk elkezdett egy ilyen Barangolások Pétfürdőn című helytörténeti füzetecskéknek a kiadását, megszerkesztését, és ezt továbbra is folytatnánk. Egyrészt nagy örömmel vettük tudomásul, hogy a malmok történetéről szóló füzet már ugye elfogyott, és utánnyomás szükségeltetik. A második füzetünknek a címe a Pétfürdő emlékhelyei, ez is szépen fogyogat, és az idén szeretnénk megjelentetni a Péti fürdő történetet, aztán a Péti templom történetét, illetve a tanösvényről, a tányérfenő tanösvényről annyit, hogy ami a táblákon ki plakátoltatott, azt szeretnénk kibővíteni. Tehát, hogyha az ember kirándul és érdeklődő természetbarát, akkor hát részletesebben is meg tudja hát találni ennek a Bakony aljának, ugye Bakony kapujának nevezik ezt a részt, hát az érdekesebb természeti adottságait, illetve állat és növényvilágát. Aztán olyanokról is megemlékezünk természetesen, amely hát már kicsit komolyabb, például a Környezetvédelmi Világnapról. Ez egy nagyon sikeres rendezvényünk,
és ez nem csak Lárpullár, tehát nem csak az Egyesületnek van benne a programjába, hanem csatlakoznak hozzánk a nitrogénművek részéről, a Vegyészeti Múzeum, a Hanszmer részéről, tehát az idén olyan témát szeretnénk megpendíteni, ami hát egyébként is Pétfürdő lakosainak az érdeklődésére számot tartat, mint például az új beruházásnak a környezetvédelmi tanulságai, illetve az elkészült tanulmányokról levonható információk, mert ugye ez mindenkit érint személyesen is. És ezt azt hiszem, hogy ha meghirdetjük ezt a rendezvényt, akkor további érdeklődőket is magunkhoz tudunk, vagy úgy mondjam, édesgetni. Aztán megemlékezünk a Hősök napjáról, természetesen a bombázási évfordulóról, mert ez ugye, hogy mondjam, nagyon szívén viseli az egyesületünk ennek az emléknapnak a megemlékezését, és természetesen októberi nagy, nem a forradalom, hanem a Fekete Dió napunk lesz, ahol már készítjük és tervezgetjük a műsort, illetve hogy mivel lepjük meg a pétfürdői és ide látogató lakosokat, de még előtte szeretnénk részt venni a Péti Nyár rendezvénysorozatán, ahol szeretnénk egy kis sátrat bérelni, és ott bemutatni a tevékenységünket, és magunkról is szeretnénk egy kicsit számot adni azoknak is, akik még nem annyira ismernek bennünket és a munkánkat. És mivel fejeződik be az év, tulajdonképpen az adventi gyertyagyújtással, ami azt hiszem, hogy nagyon megnyerte a pétfürdőiek tetszését, még a zuhogó eső és a rossz idő ellenére is szép számmal gyűltünk össze, és az idén vannak terveink, hogy még milyen meglepetéssel tudnánk egy kicsit színesebbé és kvázi otthonosabbá tenni ezt a megemlékezést. Azt hiszem, hogy ilyenre szükség van. Az emberek is igénylik, és talán egy kicsit közösségbe is lehetne tömöríteni a pétfürdői lakosokat. Milyen az egyesület tagsága? Tehát mennyire aktívak a tagok, illetve mennyire fogadnak még új tagokat, és igazából kiknek ajánlott ebben az egyesületben részt venni, kik a célközönség? Tulajdonképpen Pétfürdő apraja és nagyját megnevezhetem célközösségnek, de nagy örömmel tölt el, hogy 18 fővel indultunk, amikor átvettem az egyesületet, és az elmúlt év végén, tehát a mostani év elején újabb 14 fővel bővült a taglétszámunk, és így már 60 főre teendő. Tulajdonképpen ebbe nincsenek benne az ifjúsági tagozat, mert azt külön számoljuk, és a Hungária Nostra, az az országos egyesület, amiben tag egyesület vagyunk, az is külön számolja az ifjúsági tagozatok létszámát. Az olyan 25-30-ra teendő, akik állandóan mennek kirándulni, és borzasztóan élvezik. Természetesen Edith néni és Goramini Márta néni vezetésével. Aztán tulajdonképpen kik a tagjaink? Inkább az idősebb korosztály, mert úgy látszik, hogy a nagymama az és a nagypapa mindenre ráér, de szeretnék, hogyha nem csak szépkorúak vennének ebbe részt, hanem fiatalabbak is. Mondjuk majd megpróbálunk olyan programokat szervezni, és olyan munkálatokat, ahol a
munkájuk mellett hát segíteni tudnák az Egyesületet. Mondjuk ez ilyen lenne, ez az Albert pihenőnek a rendbehozatala, mert ide azért fiatal munkaerő és munkabíró emberek is kellenek, akik hát ügyesen másznak létre tetejére, ami lehet, hogy mi is, de hát erre nem teszem le a nagy esküt. Tulajdonképpen olyan megmozdulásokra, mint munka, egyéb helyen való részvétel, hát meg lehet mozdítani az embereket, mert 30-35 fő, hogy úgy mondjam, a kemény mag, ez aztán csinálja a dolgokat, és már hogyha mondom, hogy hát még valami ötletem van, akkor fejükhöz kapnak, hogy jaj, csak azt ne. De hát azért mindent megcsinálunk, ugyanis mi közösen tervezzük el, hogy mik legyenek azok a feladatok, amiket hát szeretnénk elvégezni, de hát közben jön minden, mint az életbe is, hát eltervezzük aztán, még ezt, még azt előtte, a betervezett program előtt meg kell tenni. Tehát nem feledkezünk meg azokról sem, akik tagjaink voltak, de most már betegség vagy egyéb miatt nem tudnak részt venni úgy aktívan a munkánkban, és hát ezeket is meghívjuk a nagyobb rendezvényekre, ha tudjuk, akkor elhozzuk őket, vagy kis ajándékkal, ugyanúgy, mint az aktív tagokat meglepjük, és tulajdonképpen hát hozzánk tartoznak. A Környezetvédelmi Világnap kapcsán említette, hogy együttműködnek különböző szervezetekkel. Milyen a kapcsolatrendszerrel rendelkezik az Egyesület, és melyek azok a civil szervezetek, vagy akár intézmények, akikkel rendszeresen, kölcsönösen segítik egymás munkáját? Mivel kezdjem? Talán azt, hogy nagyon jó kapcsolatunk van a Pannon Egyetemnek több karával, a Környezetvédelmi Intézetével, az Ásványolaj Intézet, most már intézetet kell mondani. Ez nagyon nehéz nekem, mert én is az ásványolaj tanszéken végeztem, és mindig csak azon jön eszembe, hogy ásványolaj tanszék, mindegy. Tehát az Ásványolaj Intézettel ők előadóként is szerepeltek, és állandó résztvevői szinte ennek a Környezetvédelmi Világnapnak. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk egyrészt a kistérségi város- és településvédőkkel, aztán a Veszprém megyéből például van egy összefogásunk, Sümeg, Tapolca, Várpalota városszépítő egyesületeivel, vendégeskedés és hát különböző programok közös kialakítása. Hát erre még azért gondot kell fordítani, ugyanis itt a távolság és a megnövekedett személyszállítási költségek azért minden egyesületnél problémát jelentenek. Tulajdonképpen a pétfürdői civil szervezetekkel nagyon jó kapcsolataink vannak. Egyrészt azért, mert tagjaink közül is többen tagok más civil szervezetünkben, és ugye ez egyrészt előnyünk, másrészt kicsit néha hátrányunk, és hátrányt is jelent az Egyesületnek, de például nagyon jó kapcsolatot ápolunk Balaton Mária fürdővel. Ugye szerettük volna ezelőtt pár évvel létrehozni Magyarországon a fürdő nevű településeknek az egyesületét. Három olyan települést találtunk, aminek fürdő van a nevében, hát természetesen az első Pétfürdő, aztán Balatonmária fürdő és Berekfürdő. Hát Berekfürdő az az Alföldön található, innen 270 kilométer körülbelül, és most hát talán az idén jut rá energiánk, pénzünk, mert a kedvben nincs hiány, hogy megkörnyékezzük azt a települést, és
talán azért is, mert Berekfürdő nagyon szép strand- és fürdőkomplexummal rendelkezik. Hát, ha esetleg tudnánk tőlük valamit tanulni, és mert ugye az ember azért van, hogy lásson és nézzen, és akkor, ha jó ötleteket lát, akkor azt saját maga képére formálva megvalósítsa. És aztán még, ami nem jutott eszembe, azoktól elnézést kérek, azoktól az egyesületektől és intézményektől, de azt hiszem, hogy mind a intézmény szinten, mint az önkormányzattal, a képviselőtestülettel is nagyon jó a kapcsolatunk. Igyekszünk minden olyan rendezvényen részt venni, ahol az önkormányzat szervezte, hát eseményről van szó. Legutóbb például elég nagy létszámmal részt vettünk a közmeghallgatáson, és elég aktívak voltunk, azt hiszem. És hát szeretnénk, hogyha ezt az aktivitást nem csak egyében egyszer tudnánk megtenni, hanem esetleg olyan módon is, hogy minden egyes nagy beruházást, hogyha, hogy úgy mondjam, közhírré tennének, akkor talán mi is, illetve az emberek is, vagy más civil szervezetek is, nem kell ahhoz civil szervezetnek lenni, hogy elmondja a véleményét, és akkor azt hiszem, hogy sokkal jobban tudnánk együtt dolgozni mindenki megelégedésére. Köszönöm szépen, és sok sikert kívánok az idei tervek megvalósításához. Köszönöm szépen én is, és igyekezni fogunk.